a Szakcsi tájház előtt állították fel a májusfát, amelynek most a kitáncolására invitálták a falubelieket és a pincehelyi Rozmarink néptánc csoportot. A Szakcsiakkal már nagyon hosszú éve tartjuk a kapcsolatot. Pincein szokott lenni a Pillefesztivál, ahova a Szakcsiak, mint pillés község mindig képviselik magukat. Ennek a viszonzásul vissza szoktunk jönni, májfa kitáncolni. A pincehelyiek hagyományos bukovinai táncokat adtak elő a szép számban összegyűlt közönségnek. A rendezvényt a Szakcsi Hagyományőrző Egyesület szervezte, céljuk többek között a régi népszokások ápolása. Egyesületünk 2008-ban alakult, jövőre 15 éve leszünk már, hogy itt a faluban próbálunk rendezvényeket a hagyomány jegyében megtartani. Egy állandó programunk van, egy éves programunk. A májusfaállítás egy régi néphagyomány. A legények eredetileg az udvarlási szándékukat fejezték ki vele. Pünköskor pedig megtörtént a kitáncolása, ekkor fény derült az udvarló személyére. Ma már csak elvétve pompáznak a lányosházaknál a szalaggal és egy üvegborral feldíszített májusfák. Régen egy legénynek, ha tetszett egy lány, akkor a barátaival az éjszakában, ugye titokban felállított egy májusfát, és a lány nem tudta igazából, hát most nem tudta, általában azért tudták, hogy ki volt a tettes, de általában akkor derült ki, amikor eljött a kitáncolás ide, és akkor a legény ugye oda ment, tiszteltét tette a családnál, ugye akkor a család ilyenkor behívta, megvendégelte. Ha viszont a lány nem fogadta el az udvarlót, akkor a legényt nem is hívták be a házba. Ugyanakkor elvárás volt, hogy minden udvarban, ahol lány lakott, pompázzon egy májusfa. Majdnem a szégyennel határos volt, ha egy lány nem kapott legalább egy májusfát. A Szakcsi Hagyományőrző Egyesület pályázatot nyert a tájház felújítására. Ennek köszönhetően megújult az épület elavult tetőszerkezete. Megújult a tájházunk teteje, és hátra egy kis kiülőt is tudtunk, egy kis nyeregtetős kiülőt is készíteni. Úgyhogy ez számunk egy nagyon pozitív dolog volt. Terveink még nagyon sok van itt a talomban, amit remélem sikerül megvalósítanunk. A pünkösdi májusfa kitáncolást követően még számos programmal várja a falubelieket az Egyesület. Augusztusban közösen sütik meg az új kenyeret, szeptemberben szüreti felvonulást rendeznek, novemberben megtartják a Mártonnapot, az adventi időszakban pedig közös mézes kalács sütésre invitálják az érdeklődőket. Így próbálják életben tartani az utókornak bemutatni azokat a hagyományokat, szokásokat, amelyek őseink mindennapi életéhez tartoztak.